egyszer csak azért gondoltam, hogy jobban lássam. Egyszer régen, nagyon régen, 7000 évvel ezelőtt volt egyszer egy Szűz Mária és egy Szent József. Hirdették, hogy mindenki menjen el a saját városában, mert népszámlálás van. El is indult Mária, Szent József, de nem volt akkor még autó. Szűz Mária kis babácsa nagyon nehezen, így felült Csacsi hátára, és az segített. Ő gyalog ment. Így estére nagyon elfáradtam. És bejött, pontosan be kellett. Ez ott Hát először, nem találtam a pajtát. Hova mentek először? Házról házra kerestek, és bekopogtak úgy. Kop, s mi hallotta bentről? Alvásunkat rontja! Nem, mi csak szegény vándorok vagyunk. Szállást kérünk éjszakára. Van egy kis hely, ahol megkúszhatnak. Eljutnika? De a válasz az volt mindenütt, hogy sajnos nincs. Az utolsó háznál, a legeslen utolsónál egy kislány kikukucskát is azt mondta. Tudok én valamit? A falu szélén van egy pajta, abban laknak az állat. Ők biztos szívesen próbálnak. Így is volt. Szűz Mária, Szent József elmentek a falu szélére, és megsaláltak a pajtát. Igen, be is fogadták az állatot. Megtaláltak azt a pajtát. Az állatok örömmel fogadták Szűz Mária, Szent József, le is feküdtek éjszakára a szalában. Játékokat vannak. Éjfélkor mi történt? Egy édesanyja lenne, édesanyja, és jászolyba fektette. Nem voltál, sőt, bárma sem. És mibe fektette? Jászolba. És mi a jászol? De Szent József, ha van a falod neki egy autó. Igen, mert ő átkült. Miért falagod meg egy autó? És mi a jászol? Az állatok kellett feküdnie, mert ott más helyet. De az állatok nem zavarták. Nem, sőt, odajöttek is, melegezték a sárba. Nehogy megfázol, kis Jézus. Hát akkor énekeljük el azt, hogy fél. Jézus ágyán nincsen paplan, jaj, de fázik az ártatlan, hogy is lehetne bundája, elveszett a bálánykája. Hát közben, mint a pusztában, pásztorok vigyázatában, bálánykás leget. Egyszer csak. Kényes angyal lenni? Megijedtek a pásztorok, meg ilyet még soha nem láttak. De az angyal azt mondta, ne féljetek, pásztorok, nagy örömöt kérdeznek. Betlehem várában a kis Jézus született. Erre a kis pásztor azt mondta. Karácsony éjfél óra, megszületett Isten fia. Megszületett Isten fia, ha ártatlan kis Jézuska. Gyerünk, menjünk jászolához. Fel is kerekedtek bárányaikkal, nagy botjaikkal, és elindultak. Azt énekelték útközben, hogy pászolok, eljünk fel!
a mi Úrunknak tiszteletet lehessünk. Oda jöttünk. Kis Jézus, azt mondta a kis pásztor. Kis Jézus nagyon örült, örömébe tapsikolt. Hogy lássa a kis bárányt. A pásztorok meg is ajándékozták a kis Jézust, nem volt sok mindenütt, a kis bárányukat adatták neki. Közben napkeleten, Idegenországban három bölcs királynak megjelent egy fényes csillag. Azon tanakodtak, vajon lesz lehet az ember, jelzi nekünk, de az egyik hát egy első király azt mondta. Csak előre nézzünk, kutakodni nem a mi részünk. Az angyal hívon, gyerünk, a jó Isten ballag velünk. És másik király azt mondta. Hosszú úton, messze földön, bölcsek jöttek napkeletről. Három király itt van már is, Gáspár, Nedvér, Boruzsár is. Az Úr Jézus úgy köszöntik, leborulnak mind a földre. Leteszik a kincses ládát, minden van a törvényén át. Ügyelünk a részletekre. Szűz Mária, gondolta már nagyon későre jár. A sok pásztor meg is kérdezett a mi kedves három királyok, jó éjszakát kívánok. Önébe vettem kis Jézus. Kis ágytott fel, és önébe kérdezett. Szűz Mária, várjál!